Szerbusztok, kedves emberek, itt Gameborg jelentkezik ismét a God of War végjátszásból. Ezúttal most már a második résznél járunk. Na, még mielőtt belekezdenék ebbe a részbe, két fontos dolog. Egy, hogy elrontottam, mert ugye korán hagytam abba az előző részt, tehát az Égei Tenger című részt, úgyhogy most ennek a résznek az eleje bele fog folyni az előző végét, tehát hogy itt még elméletileg van egy kis rész, amin így át kell menni, és így konkrétan vége az Égei Tenger című fejezetnek, ugye a játék fejezetekre van osztva, úgyhogy később már ebből nem lesz probléma, úgyhogy sorry. Lehet, hogy vannak olyanok, akik már így fogták a fejüket így az előző rész végén ilyen Jackie Chan-esen, hogy what the fuck, úgyhogy mondom sorry még egyszer, úgyhogy most már így rájöttem, hogy tudom felosztani faszán a játékot. A másik, hogy sikerült nagyon jó beállításokra szert tennem, mind így felvételileg, mind emulációilag, úgyhogy most már elméletileg akadásmentes, és jó lesz a játék, úgyhogy menjünk is előre egy kicsit így. Aprítsunk, gyorsan küldjük le ezt a végét. Nem tudom, nem sok amúgy. És ezt is csak onnan tudom, hogy ugye fogtam és jobban nekiveselkedtem annak, hogy tökéletesítsem a beállításokat úgy is, hogy felvétel közben se szaggasson, mert amúgy megmondom őszintén, hogy az előző beállítás nagyon is jó volt a felvételézés nélkül. És ugye azért szaggatott a hang is az előző részben, mert ugye még a felvétellel együtt nem igazán tökéletesítettem a beállításokat, úgyhogy most így sikerült, és egy darabig így mentem, és akkor jöttem rá, hogy hé, hát de ez a pálya végéig még kellett volna egy kicsit menni, meg túl hamar már így befejeztem. Azt hittem, hogy az a hidra szeletelés után így most már jó leszek. Jó írja, hogy viszont gameplay barát így a játéknak a fejlesztési, mert ilyen fejezetekre van ugye osztva. Úgyhogy ebből a szempontból nem volt szar. Oké. És nem tudom kikerülni a fránya íjakat. El kell intézni. Van kicsit punyat most, én úgy érzem ez a része, nincs zene se semmi. Oké. Okay. Menjünk szépen előre. Tehát finomabb beállításokat sikerült. Kicsit így utána is olvasgattam, meg ugye hát tesztelgettem. És így most már így látjátok is, hogy sokkal jobb. És ugyanúgy HD felbontásban játszunk. Na, tehát nyomjuk meg az R2-t, hogy kinyissuk a kapitány kulcsával az ajtót. És elméletileg itt van vége az előző résznek. Minden igaz, azt hiszem valahogy itt élni az ajtónál. Amúgy ez a Kratos nekem. A past he could never escape. His only solace was the sea, endlessly sailing from one harbor to the next in service to the gods of Olympus. All his hopes rested with them. For no matter how much wine he consumed or how many women he took to his bed, nothing on earth could rid him of the horrors. Vannak mellek, minden van itt szépen. Mit kiabált a Pino? 10 years ago, I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares?
We request one final task of you, Kratos. Your greatest challenge awaits in Athens, where even now my brother Ares lays siege as we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city, fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end? Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Leaving the rotting carcass of the Hydra behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. Ah, tehát, hogy most Athénba jutottunk el. Az igen. Ez a két gári a videóból. Na, tehát innen kellett volna kezdődnie ennek a résznek, úgyhogy sorry. Stay, Kratos. Just a bit longer. We've reached Athens. Get your things and get out. A nők itt rá vannak állva Kratosra. Tehát azt akartam mondani, hogy ez a Kratos nekem így külsőre nem olyan, mint egy görög, hanem mint valami ilyen kelta harcos lenne. Tehát már csak egy ilyen izé kéne rá, egy ilyen kockás szoknya. Ez a naplód. Ha? Tehát, hogyha jól fordítom, ugye nem számít, hogy mennyi nőt találok. Mind csak rá emlékeztet. Hallgass meg, fohászom Athéna. Mikor élnek véget ezek a látomások? De elmettek, most én feliratoztam is, csak hogy így magamnak. Hogy tudjam. Nagyon jól megy most a game, úgyhogy tényleg. Na és akkor itt már mentek is egyet. Jó, most már így rájöttem erre a felépítésre ennek a game-nek. Jó, jó lesz ez, figyeljétek meg. Menjünk előre. Amúgy nézegettem még, hogy milyen gémeket fogok kivégezni így PCSX2-vel. Például Predator Concrete Jungle. Az egy nagyon jó game. Shadow of Colossus, azt végigvittem annó magán a konzolon is. Úgyhogy lesznek itt gémek, gyerekek. Ja, meg hát a God of War 2. Tehát ugye az Atlantis kapui című fejezetben járunk. Amúgy a zené az fenomenális, nagyon jó. Destroy Ares, and the gods will forgive you your past. Pusztítsd el Ares-t, és az istenek megbocsátják a múltban történteket. Find the oracle. She will guide you in your quest. Keresd meg az orákulumot, és ő fog vezetni utadon, vagy kalandodon. Quest. Amúgy ez az egyik kedvenc angol szavam, a quest. Jaj! Jönnek már ilyen pokolfajzatok. Amúgy van egy másik game, ami így ekte az anyádat. Ha itt már jobban figyelni kell azért a védekezésre, mert ezek nem ilyen holmi csőcselék. Ha, jó van, azért el lehet őket intézni szépen, finoman. Oké. Okay.
az bevitte, pedig védekeztem. Kérem uram, hát én felhúztam a gumimat. Védekeztem. Az anyád úristen. Hoppá, azt mit, hogy csináltam? És ahogy látom, miközben megfogom, tehát az a kivégzéssel, úgy beveszi célba a másikat, tehát lehet, hogy hozzán tudjuk vágni az aktuális, tehát a delikvenst. Ez valamikor. Eszméletlen jó hangulat ennek a game-nek. Ja, azt a kockát még mindig nem tudom, hogy miért van itt a hátam mögött, úgyhogy szerintem az már ott is marad. Az igen. Most már minotaurok is jönnek. Minotaurosz. Na gyere, baszki. Ez már lomha. Lesznek amúgy később olyan ellenfelek, hogy csak úgy lesni fogtok. Meg én is. Mint az állat. Úgy kell velük taktikázni, hogy hihetetlen. De akkor is leverjük őket szépen. Ouch, ezt benéztem. Lehet, hogy igen. Tehát folyamatosan nyomni kell a kört. Öld meg a Minotaurút ezzel a módszerrel. Jó. Ja igen, aha. Gyerünk. Disznóvágás van, gyerekek. Ó, szépen. Hozzátok a pálinkát. A kurva anyád. Na? Ez ilyen matyizom erősítő gyakorlat. Régen is már volt, hogy játszottam, és így begörcsölt a karom, mint a disznó. El vagyok már szokva ezektől a hack and slash-ektől. Van még egy delikvens. Lesz-e neked szépen, kapsz minden jót. Az anyád. Látom, így nem lehet őket megfogni. Látjátok, így kell ezt csinálni. Így sokkal jobb is játszani, hogy látom, hogy most már egy fasza a felvétel is, meg minden így jobban is tud koncentrálni az ember, nem azzal foglalkozik, hogy most itt szaggatgat, meg most mit fognak majd szólni hozzá a kedves nézők. Most már így jó lesz, szépen így végigvisszük a game-et. Ez is amúgy most ilyen nosztalgikus mámort okoz nekem. Has brought these beasts to Athens. Without help, the city will fall. Gates destroyed. You'll have to find another way. A fatén ostrom alatt áll éppen. Baszki. Ez mi a fasz ez? Jaj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 
Jó, ábbasztam! Nem ott nyomtam, gyerekek! Na még egyszer, X, oké, kör, X, kör,
Az a baj, ugye, hogy ugye Xbox ezével játszok, és hozzá is vagyok már szokva inkább az Xboxhoz is. Például a X-et, az benézem, hogy az X-et nyomom. Holott tudom, hogy a zöld az X. Lehet, amúgy át kellett volna állítani. Na most már kezdem megszokni, úgyhogy... Kaptatok egy kis Poseidon Rage-et. Oké. De jó vagyok, gyerekek. Nagyon zsír király vagyok. Csak ugye az a baj, hogy ugye kiosztásilag meg tökre jó, tehát ugye logikus, meg így érezhető így. Csak hát ugye ez a két konzol különbségének a hibája, hogy mi összezavarodik az ember. Aludj el szépen, kis Balázs. Szóval összegyűjtöttél elég gömböt, hogy felerősítsd a fegyvereidet, nyomd meg a selectet, és följön a power up menü. Oké. Rá mindig számíthatsz, Alice, igen, és most... Jaj. De nem, most tartod, bocsánat. Igen, most már én is gondoltam erre, hogy kéne egy fejleszgetni. Blade of Chaos. Hát... Hát szerintem a pengéinket fejlesszük. Igen. Tehát kettes szintre érkeztünk el. Apollo Ascension. Ascension. L1 plusz X, Apollo offenzív, tehát védekezés levegőbe. Igen. Hermész csapása, az R1. Igen. Hermész stomp, Hermész menetelés. Az is a levegőben ugyanaz, és... Ja, hogy ez eddig volt? Hogy most választhatok, hogy mi van? New ability, tehát új képesség. Az istenek haragja. Mikor fel van töltve ugye a manna méter, akkor egyszerre meg kell nyomni az L3 és R3, az nálam a két kar. Na nézzük. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Ja, igen, és akkor átváltozok ilyen izévé, ilyen Achilleussá, azt most kár volt elhasználom. Ez ugye ilyen rage mód, tehát ugye ilyen agresszorrá válunk, sebezhetetlenné, és ilyen dupla vagy tripla sebzést okozunk. Lehet a mannát kellett volna. Igen, mindegy. Látjátok, így kezdek így amúgy visszaszokni ez a gamehez. Mert amúgy nagyon rég játszottam vele, körülbelül 10 éve. Hát... Habár de... 2016 van, Jézus Mária, gyerekek. Na itt mi van? Mi a franc van itt? Aha. Leugoljunk fel. Valahogy ide kéne eljutni ehhez a részhez. Itt látok egy ilyen kötél függönyt, vagy mi az. Még mindig nem néztem meg, hogy mi az a szó. Kötélvitorla. Talán. Gondolkozok, hogy ebben nincs ilyen faltól falig ugrás. Hogy innen így fogom magam, azt így... Aha.
ez az a... amit írt, hogy ez a Apollo... Apollo csapása, vagy micsoda. Az R1-jel így... szét lehet így ölni, szerintem így a klikkesedéseket. Na mi, hogy mit kell itt csinálni? Valahogy azért innen kéne valahogy tovább jutni. Látom, egy kicsit így hullámzik ilyen vész... Hopp, várjunk csak, ugorjunk erre a fogas kerékre. Már nem tudom. Így hullámzik a kép, de a Call of Juarez-nél is így volt, és felvételben nem látszott, úgyhogy remélem így most se fog. Ha meg igen, akkor sorry, akkor megint egyel több komponens, amit így ki kell szűrnöm. És mit csináljak, gyerekek? Várjunk. Aha. Oké, ja, akkor van még itt olyan. Aha. Látjátok, tehát hogy néha kell azért így filózni. Nem mondom, hogy így über gondolkodáson kell így átesni, de nem egyszerű azért. Oké, menjünk át ide ezért a cuccér. Tiszta Prince of Persia. Amúgy azzal is tervezem, hogy gémelni fogok, megvettem azt a pakkot. Az anyádat! Megvettem azt a pakkot, amiben benne van mind a három rész. Ilyen egy csomagba. Csak ugye utána közben már kijött egy Forgotten Sands is, tehát negyedik rész az még nincs meg. De majd megveszem. Igen, azt még nem vettem meg. Á, de miért esel lett-e majom? Nincs valami olyan gomb, amitől finoman így ugrik le. Mindjárt próbálok valami más, mondjuk a piros kört. Á, gyerekek. Hát ez hihetetlen. Na, csak úgy próbálgattam, hogy lehet-e valami finomabb mozgást alkalmazni. Úgy látszik, néha így megáll szegény egy másodpercet, de inkább így szaggasson, mint így egyfőtebb így megáldogáljon. Hogy lehet innen lekerülni? Hát, ez nem igaz. Még egy próbát tegyünk. Aj. Kezd idegesteni. Lehet, hogy valami mást kéne megpróbálni. Mindjárt próbálom a többi gombot is. Nem, hát csak az ugrás. Ja nem. De hülye vagyok, hogy végig kell menni a párkányon, azt lesétál ez magától. Jó van. Na, hogy azt kezdtem el mondani, hogy van amúgy egy hasonló game, ami nagyon hasonlít erre a játékra. De így szemtelenül, annyi, hogy más történetet, ugye más környezetben van, de ugyanez a szisztéma, az a Dante's Inferno, tehát a Dante pokla. Én azzal X360-on nyomultam. Aphrodite. Kratos, the gods are pleased with your progress, but your current skills will not be enough to defeat the minions of Ares. I offer you the power to freeze your enemies where they stand.
But you must earn such a gift. The Queen of the Gorgons. Bring me her head, Kratos, and I will give you the ability to wield its power. Ah, tehát a Gorgon az a medúza faj, amúgy. Igen, erre emlékszek, hogy azt a fagyasztólá, vagy szoborlátást, dermesztő látást, azt ki kell kerülni minél gyorsabban. Nem szabad egy helybe állni, mikor itt szugerál minket. Különben megfunk, tehát kővé válunk. Valami ilyesmi. Ugye, hogy a medúzának az volt ugye a veszélyes képessége, hogy kővé tudta dermeszteni a férfiakat, meg azt hiszem bárkit. Igazán nem tudom, a pontos mitológia az, vagyis az igazi mitológia az, hogy szól, hogy ugye bárkit, vagy csak a férfiakat. Tehát a left, bal kart kell forgatni. Ja, elrontottam. Jó, értem. Nem? Á, most megint elrontottam. Oké. Okay. Jó, tehát ekte azt kell tényleg amit csinálni. Megszerezted medúza medáját. Freeze and destroy them all with Medusa's gaze and the power of the Gorgon will be yours. Bazd meg. Azt mondja, tartsd lenyomva az L2-t, hogy medúza fejével céloz, vagy medálja, nem is tudom mi az a géz. Aha. Álljunk, álljunk meg egy pillanatra. De azt írt, hogy a kört kell nyomni, nem? Vagy rosszkor nyomom? Jó, ez a medúza fejére vissza kéne váltani. Mandula műtétet hajtsunk végre rajta. És nekem nem tiszta, hogy működik ez a fej. Mindegy, most így a hagyományos módszerrel, amit tudjuk öljük őket, vagy talán nincs elég manám. Nem jövök rá, gyerekek. Próbálok másik gombot, majd mindjárt. Ezt is így megműtöm még. Szépen. Ja, aha.
Igen, tehát nem a kört kell nyomni, az hülye amúgy. Hanem a négyzetet. Most belassult, szegény. Hát igen, nem ártana lehet az a videókártya még ez az, hogy az emulátorokhoz azért keményebb gép kell. Ah, tehát most már szereztünk egy második varázslást. Ugye volt eddig a Poseidon Rage, meg van most a Medúza, az géz. Medúza feje, szerintem az, az a géz, hogy... Ez nagyon jó amúgy, ezt tetszik. Ugye lehet, hogy nem szerzünk így, így annyi skillt, vagy energiagömböt. Oké. Elültem már a kis seggem. Na, el kellett volna indítanom a stoppert, hogy körülbelül hol járok. Aha, erre emlékszek erre a részre. Jó, itt mentek. Amúgy a következő fejezetig fogok játszani. Tehát ahol kiírja, hogy mit tudom én, mint hogy The Gates of Athene. Nem tudom mi a következő rész, vagy fejezet. Kell úgy mondom, hogy fejezet. Ah, itt valami ajtót ki kell lőni, ha jól emléksz. Vagy azt az ajtót, aha. Király. Megyünk csak arra. Jaj. Még szokatlan, hogy ugye nem lehet így kamera, tehát nincs ilyen kamera nézet a jobb stickkel, hanem ugrik, tehát ugye egy ilyen kitérő manőver csinál Kratos bácsi. Jobban kéne gyakorolni, hogy ezeket a reflexeket kivédjem, a esetleges támadásokat. Aha. Oké. Az a rage-ünk az így szépen így töltődik, ez a... mi is volt a neve? Most nem tudom. Aha, tehát már két gorgonájunk van. Ilyen medúza szeme. Várjunk, erre kell menni tovább? Nem, de... Oké. Okay. Ja, de hát innen... Innen indultam. Ugye a piros csík az nem tudom, hogy mi. Mert ugye a zöld az az élet, a kék az a mana. A varázslathoz. De a piros az nem tudom, hogy mi lehet. Menjünk vissza. Nincs ilyen, hogy mit kell csinálnunk. Ja, és igen. Töltsünk rá erre a Poseidon haragjára. És nem tudom, hogy merre kell menni. De most megint erre, szerintem nem. Menjünk vissza. Látjátok, ezt mondtam, hogy amúgy kicsit el lehet itt tévedni. Most ide kijutottam.
Ja, igen, erre. Igen. Nem működik a kapu. Másik utat kell keresnünk. Volt egy láda, na mindegy. Én azt néztem, hogy mikor feljöttünk ezzel a lifttel, ott még volt egy másik út. És inkább megnézem. Elég fura nekem az, hogy most ott fent kijutottunk ugyanoda. Na, tehát erre ezt. Erre mi van? Ajaj. Na, még mindig nem vagyok eléggé fejlettebb a védekezésbe. Na, ez az. Ez amúgy ez a felugrás, erre még nem jöttem rá, hogy ez mi célt szolgál. Ugye valami rémlik, hogy ugye nyomva tartom a Phoenix tolla. Össze kell gyűjtenünk ilyen mágikus szerveket. Ugye a Gorgon szeme meg a Phoenix tolla. Na? Vajon eljutok most már oda, ahova akartam? Vagy ahova kell? Ne, szopas, majd most mentem egy kört. Ugyanott vagyok. Na, gyerekek, akkor menjünk vissza. Én hülye is még elszóltam magam, hogy hát annyira nem lehet eltévedni benne, nem a faszt. El lehet. Jó, menjünk vissza, akkor nézzünk egy kicsit jobban körbe, Kirby. Kirby a parancsnok. Nincsenek ilyen küldetési feladatok. Vagy így valami fingom legalább legyen, hogy most mit keressek. God of War. A háború istene. Hogy ide kéne lemenni. Bár tele vagyok zöld energiával. Akkor másik útvonal kell. Tehát kijöttem ott, ez itt nem nyílik. Jó, akkor menjünk vissza. Ott volt az előbb, tehát az a nagy ípuska, lehet, hogy azzal kéne valamit csinálni. Na, most kicsit körbe megyünk megint. Meglátjuk, hogy mi lesz. Na, tehát az a Dante Inferno-val is annól játszottam, és tényleg ilyen nagyon God of War-os.
Meg amúgy a Castlevania-nak az újabb részei azok is ilyen elég God of War-osak. Amúgy a Castlevania az most pont a gépemen pihen. Én még sose játszottam vele, és mondjuk ki akarom próbálni, hogy milyen játék is az valójában. Ordítsunk még rajta, hát ha valami. Az nem jó, arra ne lőjünk. És az puszta falba. Habár azt az ajtót is lehet, hogy szét kéne lőni, nem? Jaj. Nem. Az túl gyenge. Erre mi van? Semmi. Valahogy ezt az ajtót ki kéne nyitni. Ki akarom már próbálni ezt a felugrással mit csinál. És amikor ráküldök egy kicsit, akkor így... Aha, igen. Az anyádukat. Jó, lehet itt kombózgatni szépen. Faszán. Megint egy perc szoktam egy ütést. És megint. Nagyon gyorsak amúgy, tehát így fel se fogom, hogy védekezni kéne, pedig lehet, hogy jó lenne. Menjünk tovább, bár ott oldalt volt valami. Ha, tehát határozzuk meg a pozíciót és ugorjunk át. Na mindegy. Hú, de komoly, milyen csata dúlott kint, halljátok? Az anyád. Ennyi csak innen. Adjál engem békén. Oké, ezt tudjuk. Már most használtuk. Oké. Visszamenjél, baszki! Ami kutyámajon mászik itten. Damjanics utca 73 szám alatt. Olyan fura hangja van, nem tudom milyen kutyámajom ez. Menjél innen. Anyukáddal próbálkozzál, jó? Ez a Kratos, ami nagyon kemény egy csávó. Mondom, nekem ilyen skót feeling, ilyen kelta barbár feelinget ad ez a kinézetével, nem ilyen görög. Lehet, hogy azért most páram megköröznek, mert nagyon nagy ilyen Kratos fanok vannak így a világban. De nekem tényleg így ezt sugallja. Jaj, a popsin. Nem tudom, miért egy mostanában olyan hamar elfárad a alfarpárnám. De most ne elmondod, hogy most megint itt vagyok. Erre szív... gyerekek, hát ez nem igaz. Elasztam. Szerintem. És mehetek megint vissza. Pedig szerintem jó helyen jártam. Csak nem kellett volna leugrani. Meg valami másik játékban is van a Kratos, azt hiszem Mortal Kombatbe lehet ilyen játszható karakter, mint Jason, meg Freddy. Van valami game, azt hiszem igen, a Mortal 9-ben van Kratos. A Complete-ba, magyarul.
Jó van gyerekek, most már ígérem, többet nem jövök erre, mert próbálok nem leesni. Ne szaggassál már. Most kicsit olyan megrodjant, hogy látom az emuláció. Valamiért. Amúgy nagyon jó a grafikája, gyerekek, nekem nagyon tetszik. Jó, látszik, hogy nem egy mai esse, meg PS2-es motor, tehát nem egy hű, de nagy szám. De nekem bejön. Lehet, hogy itt is csak ilyen fölösleges köröket futok. Baj. És körbenézek mindenhol. Nem kellett volna leugrani. Kirby a parancsnok. Igen, valahogy várjunk, mert itt van a kapu. Lehet, hogy valahogy így ide kéne jutni. Nézzünk lefele. Ugye azt írta, hogy egy alternatív útvonalat kéne valahogy találnunk. És arra, amerre most néz Kratos. Most én itt leugrok. Vagy nem tudok? Nem, nem engedi. Még jó, hogy nem engedi, lehet, hogy így leestem volna megint oda az udvarra. Akkor erre. Kizárásos alapon, de azt hiszem itt volt az, hogy leugrottam, és akkor megint lejutottam oda az aljára. Fogyasztani. Nem akarok itt leesni. Aha. Gyerünk, Kratos. Atos. Azt mondja. Zeus szobor lehetett, vagy nem tudom. Aha. Szóval arra kell menni. Kencsesztek, milyen hosszú lesz most ez a fejezet. Ez is ismerős nekem, ez a kép. Képsorozat. De jók az effekt, hangeffekt. Á, az anyád! Nincs elég manáma. Nem igaz, most elrontottam. Hát ez nem jó, ez a joyos. Gyakorolni kell. Nem mindig sikerül. Fél körökkel vagyok, úgy látszik, bajban, mert ugye nem mindegy, hogy honnan kezdi az ember a görgetést.
Adtok ki a pofátokba szépen, nem kell nekem a varázslat. Hú, de jó, ott a háttérrel grafika tök jó. Na, egy kis fogászati beavatkozás. Tessék. A szörny hangot itt ezerre. Itt aprítani. Na. Jaj, az anyádat. Lehet ezeket a medúzákat inkább így tovább csapom majd, hogyha így itt beüt a, ugye ez a kivégzős állapot. Na már. Jaj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 
Nagyon király. Merre kell? Arra? Jó, jó, jó fele megyek. Na. Várjunk. Igen. Oké. Adok nekik egy kis Poseidont. Eléggé kell néha, hogy koncentrálni a gyerekek, mert nem figyel, szétcsapnak. Megcsapják a szádat. Szétszakítjuk bélbe. Azaz. Az anyátokat. Aki amúgy ezeket a God of War-okat, meg Prince of Persia-kat így vereti, az egy idő után elég komoly reflexekkel rendelkezik. Meg ugye nem ártani, ha FPS-ezik is az ember. Jó, jó lenne egy a régi ön... Az anyádat, hagyjál már engem békén. Így a régi önmagamat így vissza... Már mondjuk ez hülyeség, mert... Lényegében... Annyi, hogy az utóbbi egy-két pár évben nem nagyon játszottam, tehát most kezdtem el újra gémelni és elkezdeni ezt a gameplayezést is. És ugye kicsit így az így veszítettem így a gyorságomon meg a reflexeimből. De hát majd visszanyerem őket szerintem. Amúgy kezd már begörcsön a kezem. Rendesen. Hát itt. Itt. Ez a kis... Matyizomom az így már szépen így... Beadta a kulcs, kezdi beadni a kulcs kaucsot. Ha? Nem mondott, hogy most ezen a kötélen kell majd átmászni. Akkor agyhúgyot kapok. Ajaj, igen, és itt majd rám másznak. Gyere csak ide! Rá innen! Jó van. Engedjél! Engedjél! Most rögtön! Nem akarok leesni. Nagyon ideges leszek. Oké. Okay. Tudtam, hogy még jönni fog egy barom.
meg több is. Na, kurva anyátokat. Gyere ide, az anyádat. Aj, gyerekek. Gamepad killer game üzemmód. Hát így nem lehet. Az egyik az így gyepál. Oké. Okay. Gyere csak ide. Oké. Okay. Jó van, téged is szépen ide. Megszáradtak szépen a ruhák. Hú, bazd meg. Azért nem mondom, ez az ilyen elég ilyen adrenalin termelő játék. Szabadulnánk ettől a kötél inváziótól. Milyen jó a zenéje, nem? Ilyen nyugtató, hogy ráthozzák a bajt, aztán meg így lenyugtatnak ilyen jó kis törzsi zenével. Új, itt valami nagyon dühöng. Na, most jól is jön a láda. Te meg én itt mentek egyet. Yes. Hát ha valami. Mondjuk checkpointos a játék, úgyhogy mindegy, most lehet, hogy kár volt, mindig legalább van egy mentésem. Aha. Hoppá, most megint beszaggatott. Látszik. Még mindig nem tökéletesek a beállításaim. Az anyáda. Azt a neked egy kis penge. Penge kezelés. Nagyon jó. Majd ezt a rage-emet azt valamikor elhasználom. Szerintem azt ilyen nehezebb időkre kéne tartogatni. Most le vagy fel. Na nincs hát, nem fordul a kamera. Amúgy ez az egy nem tetszik csak a God of War-ban, hogy ilyen öntörvényű a kamera. Na. Do not fear, Kratos. I am the Oracle of Athens, here to help you defeat Ares. Find my temple to the east, and I will show you how to murder a god. Na most itt véget ér, vagy nem? Menjünk tovább. Csak egy ilyen... Nem, ez a Road to Athens. Nem tudok menteni? Valahol, mert akkor szerintem érjen véget itt ez a rész, és akkor ez az Athén kapui, ugye? Megnézem, hogy van-e fönt egy mentés, de szerintem itt fog véget érni a végjátszásom. Aha. Ott van egy mentés, na még ezt megvárjuk, ezt a videót. Ez a izé A rész, nem? Jó. Akkor szépen elmentjük a gémet.
Na, akkor itt ért véget a végjátszás a második része, tehát az Athén kapui fejezet. Innen fogjuk folytatni a következő részben. Ez a Road to Athén, tehát út Athénba. De milyen komoly ez a látvány, nem? Azért itt tök jó. Isten. Nagyon durva. Na jó van. Köszönöm, hogy itt voltok velem és megnéztétek a videómat, remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor osszátok, lájkoljátok, iratkozzatok fel szépen, és hamarosan jövök a harmadik része, várlak titeket sok szeretettel, én Gameborg voltam, sziasztok!